A piros mezes bonyhát szinte végig a mérkőzésen abszolút dominált, rákényszerítette akarátát a zöld mezes majosiakra. Azokból a viszonylag közeli, ígéretes lövőhelyzetekből, amit a piros fehérek szép kombináció után kialakítottak, illetve volna legalább egyet belőni, ám a Fortuna inkább a védekezésre kényszerült vendégeket segítette. Legfőképpen akkor, amikor már Steinbach Gergő kapuvédő se tudott volna közbeavatkozni. A majosiak szinte minden erejét felemésztette a mérkőzés nagy részében 16-osuk előtti védekezés. Ezt nagy-nagy elszántsággal, önfeláldozással, párosuló szervezettséggel tették. Ennek köszönhetően egy kivételtől eltekintve nagy gólhelyzetet nem tudott kialakítani a bonyhát. Az utolsó 10 percben már a szorványos kontrákra képes majosnak két olyan nagy gólszerzési lehetősége volt, ami a bonyhádnak az egész meccsen nem. Így akár 3 ponttal is távozhatott volna az őszi elsőségét az itt szerzett 1 ponttal a 0-0-al is megőrző tihanyvári csapat. Amikor a Hok Attila átívelte nekem, akkor úgy voltam valahogy, ezt beviszem és berúgom, csak az első labda érintésre sajnos nem sikerült, kicsit kifele toltam meg, és így benéztem, és láttam, hogy jön a Kovács Geri, érkezik az akcióval, egyébként edzésen ezeket jobban ki szokta használni, biztom benne, hogy most is be tudja rúgni, de így alakult. Nem kis meglepetésre a kicsinek számító majos lett az őszi bajnok, a nagy Bonyhádot, a Bátorszéket, a Tamásit és a Tolnát megelőzve.